Újra itt vagyunk az elfeledett csatatéren, felkutatjuk ismételten az Il-2-es roncsát, hát ha találunk valami olyan darabot, amit még nem találtunk meg. Gondolom közben találunk még más érdekességeket is. Tartsatok velünk! Ez ne? Ez konzerv. Konzerv. Ja. Hát eddig ennyit találtunk meg az Il-2-esből. Furcsa módon a becsapódási helyétől kb. 50-60 méterre még ennyi mindent találtunk itt. Itt van ezzel még a szín, amit múltkor mutattam. Ez zöldes. Érdekesség, hogy a másikon meg ilyen narancssárgás, barnás színű volt. Semmi írás, meg ilyen jelet nem találunk rajta, semmi számot, vagy beütés sajnos. Tehát még nem fogjuk tudni azonosítani. De tovább keresünk, hátra találunk valami olyat, amit fel tudunk használni valahol. A következő érdekesség, amit találtunk, egy egész nagy páncél darab. Valószínűleg harckocsi részei voltak. Ugye itt ami tengerhez kapcsolódhatott hozzá elvileg. Itt láthatjátok, itt meg látszódik a színe is. Tehát biztos, hogy harckocsi. De hogy milyen? A következő érdekességünk egy kalapács. Ami biztos megvan 100 éves. Ugyanis előző részben ugye találtam patkót, meg ásó kapát, és valószínűsítjük, hogy itt egy ilyen kovácsműhely működhetett. Tehát biztos, hogy lovakat tartottak, és kovácsműhely is volt. Érdekes kialakítása van ennek a kalapácsnak. Ilyet még nem is láttam. Lőszeres ládának a fogantyúja. Benne vannak még a szögek is. Ezek mind épületmaradványok, ilyen tégladarabok. Il-2-es? Na lassan elő fog jönni az egész tanya. Találtunk még egy kapát. Ez a múltkorival ellentétben elég jó állapotban van. Tehát akár még munkába lehetne állítani. Másik pedig egy elég nagy szög. Na, itt van valahol az Il-2-es a közelben, ugyanis megtaláltuk a 23 millis töltényhüvelyét is. Nem volt kicsi. De találtunk orosz szenet is. Orosz kőszín. Azóta beszélve, hogy ruszki brik. A több Il-2-es darabot nem találtunk, de viszont lőszerből még találtunk 4 darabot. Szóval egész szépen lövöldözgettek errefele. Egy kortályt. Na ennyi lett volna az elfeledett csatatéren című videó második része, legközelebb is kívünk kutatni, majd jelentkezünk, sziasztok!